Kifelé tart a járványhelyzet miatt kialakult válságból Szerbia, nem is kicsi a javulás, fogalmaz a Világbank. Amíg az idei első negyedév GDP növekedése 1,8% volt az előző év azonos időszakához képest, addig a második negyedév növekedése 13,7% volt. Minek köszönhető ez a változás? Az állam és a gazdaság jól végezték a dolgukat, fogalmaz Sasha Stevanovics. A pénzügyminisztérium államtitkára. Komoly nagy hatással volt a növekedésünkre és az eredményeinkre az a támogatás, amit a szerb állam nyújtott a lakosságnak és a gazdaságnak. A lakosság szemszögéből fenntartottuk a kereslet szintjét. Gazdasági szempontból meg tudtuk tartani a fizetőképességet. Ezzel együtt a munkanélküliségi arányt is ellenőrzés alatt tartottuk. Az építőipar húzó ágazat volt az utóbbi időben, úgy is mondhatjuk aranykorát éli. Az állami költségvetésből két milliárd eurót fizette ki nagy beruházásokra, és ezek nem tartalmazták a közvállalatok és a helyi önkormányzatok beruházásait. Emellett sorra épülnek a lakóházak, a tömb épületek országszerte, Becslések szerint mintegy 40 ezer új épület készül. Nem csoda hát, hogy az építőipar a fejlődés motorja, mondja Veszelin Ráznátovics, a Szerbiai Munkáltatók Uniójának illetékese. Csak Jelenleg 20%-kal szerepel az építőipar a GDP-ben. Ilyen nagy arányban korábban sosem volt jelen. Esetleg csak azokban a háború utáni időkben, amikor megkezdődött az újjáépítés. Ez most valóban aranykor az építőiparban dolgozóknak. A kereskedelem, a közlekedés, a pénzügyi szolgáltatások és az információs-kommunikációs technológiák is hozzájárultak a jobb eredményekhez. Az ipari termelés és a mezőgazdaság a tervezett várt szintet éri el hogy milyen állapotban van egy ország gazdasága, abból is látszik, hogy mennyi az úgynevezett rossz hitel a bankokban. Ez is történelmi minimumon van, míg a 4 ot sem éri el a problémás hitelek aránya. Vladimir Boskovic, az egyik szerbiai bank illetékesen mesél az elmúlt időszakról. Több mint 3300 kisvállalkozót segítettünk az állami hiteltámogatás keretében. Egyre több az olyan hitel, amelyet beruházási céllal vesznek fel. A kivitel lassan elkezd nőni. A külföldi beruházók figyelik az országok gazdasági növekedési kilátásait. Fontos, hogy mi áll az olyan jelentésekben, mint amilyen a világbanké. A beruházások nagyságát is megbecsülik, ami egyúttal a külföldi beruházóknak jelzésként szolgál arra vonatkozóan, mennyire érdemes az adott országba befektetni, magyarázza a pénzügyi államtitkár. A szerb kormány az elmúlt időszakban teljes mértékben betartotta azt, amit ígért. Megteremtette a feltételeket a beruházóknak, hogy nálunk fektessék be a pénzüket, komoly partnernek számít, és ezt mindenki tudja. partner, i to a Világbank jövő évi előrejelzése szerint Kelet-Európában és Közép-Ázsiában növekedés várható. Ennek ellenére a Nemzetközi Pénzügyi Szervezet tart a járványhelyzet folytatásától, attól, hogy a lakosság egy része nem vesz részt az immunizációban, ami a pozitív gazdasági folyamatokat visszavetheti.